Ezt az identitást helyre kell állítani. És rendkívül fontos, hogy tudjad, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban. Mert ha ezzel kapcsolatban az identitásod romokba áll, akkor sajnálatos módon nincs esélyed arra, hogy ki tudjál törni a félelemből egy bátor, hitvalló életre és bátor szolgálatra. Tehát első tehát az identitásodat hoz helyre, hogy ki vagy Krisztusban, tehát hogy megváltott vagy, és ne azzal foglalkozzál, hogy az ellenségeid mit állítanak rólad. Hát nem ők adták az életedet, érettük. Ha rajtuk múlna, meg se születtél volna, hogy szokták mondani régen, egy kanál vízbe, a képe, ha lenne bátorságot, megfojtanának tégedet. Tehát akkor hagyjon hidegen, hogy ők mit állítanak rólad, hanem abba higgyél, hogy mit mond Isten igéje rólad. Milyen igazságok vonatkoznak azután, hogy újjászülettél, hogy Szent Szellemmel betöltekeztél, és az Úrnak az igéjére figyelsz, és azonosulsz Ábrahámnak a családfájába, és tudod, hogy be vagy ültetve Jézus Krisztusba, hogy annak az áldásából építkezzél, éljél az Istennek a dicsőségére. Ezzel foglalkozzál, és ne törődjél, különösen az ellenségeiknek a száfolatával, mert ők képtelenek megszáfolni az Istennek az igazságát. Így tehát te az ígéreteknek az örököse vagy. Nem haragra rendelt Isten, hanem üdvösségre rendelt. Nem arra rendelt, hogy a halál bemenjen az ablakodon, az halál bemenjen az ajtódon, és lemészárolja a családodat, hanem arra vagy rendelve, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a vérének az oltalma alatt éljél. Aki olyan védelmet fog biztosítani számodra, hogy az öldöklő el fog kerülni téged a jövőben is. Nem csak most, hanem folyamatosan, egész földi pályafutásod során el fog az öldöklő kerülni az életedet. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz átmenni próbákon, nehézségen, már épp Izajás egy másik helyen mondja, hogy ha vizen mész át, el nem borít tégedet, ha tűzön mész át, láng meg nem perzsel tégedet, pont a víz a megpróbáltatásokat jelenti, a tűz hasonlóan a nehézségeket jelenti, de mindegyikben megtart az Úr, és mindegyikből áldottan és nagyobb hittel fogsz kijönni, és nagyobb reménységgel. Dicsőség az Úrnak, ezért ne félj, és ne a jövőddel ne félelemmel nézzél. Tehát az identitásodat erősítsd meg. A következő nagyon fontos, amit Izajás hangsúlyoz a 9. verszakban, az elhívás. Itt azt mondja, hogy a föld utolsó részéről hoztalak, véghatárairól elhívtalak, erkölcsi szellemi értelemben meg vagyok róla győződve, mindannyiunkra igaz. És az Isten elhívása az mennyei elhívás. A cél az, hogy már most Jézus Krisztussal szellemben és igazságban, közösségbe éljünk, hogy ezen keresztül Istennel legyünk kapcsolatban. És a elhívás az kihívást is jelent, hogy ki kell jönnöd a bűnből, ki kell jönnöd mindazoktól a területekről, ahol a sátánnak az uralma zajlik. Ezért mondja Jakab a 4. fejezet 4. verszakában, hogy az Istennel való barátság, vagy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. Vagyis itt nem a kozmosszal való barátkozásról van szó, hanem szociológiai értelemben használja itt a világ kifejezést, hogyha ezzel barátkozol, akkor értsd meg, hogy a világnak az Istenével vagy állandóan kapcsolatban, és ő fogja alkalmazni a megfélelmítésnek a stratégiáját vele szemben, és amíg nem jössz ki ebből a viszonyból, addig sajnálatos módon meg tud tégedet félelmíteni, és a félelem a szívedbe, mint sötét hatalom, el tudja foglalni a helyét, és ezek a sötét dolgok uralják a lelkedet és a szellemedet, mert a félelem az egy sötét dolog, egy elviselhetetlen sokszor teher a szív lelken, amitől nem tudsz mosolyogni, nem tudsz nevetni, nem tudsz örülni, és így tovább elszigeteled magadat,
nem vagy nyitott a kapcsolatokra, nem vagy őszinte a kapcsolatokra, hanem a vaszkodba behúzódsz, és ott melegedsz, és onnét próbálod, például most ugye a virtuális világon keresztül próbálsz bekapcsolódni az életbe. A virtuális világ az nem élet, az még az árnyék életnek is az árnyék élete. Mert a Biblia még a földi életet is árnyék életnek mondja, hát akkor mennyi be a virtuális? Vissza kell térni az érték alapú kapcsolatokra, hogy valóságos férfiként, valóságos nőként, és ifjúként, vagy felnőttként éljél, és valóságos döntéseket, választásokat hozzá létre az életedben, amiért te felelsz nyilván Isten és az ember előtt. Tehát az elhívásoknak a megbecsülése, mert ha megérted, akkor elválasztod magadat, mert mondja, szolgám vagy te, elválasztottalak, erre hívott el Isten, mert mindegyikünk a szolgája az Úrnak. Mire? Hogy tanúságot tegyünk arról, hogy Jézus Krisztus az világnak az üdvözítője. Hogy Jézus Krisztus ugyan meghalt, de föltámadott a harmadik napon, és él örökön örökké. És találkoztam vele. És a legnagyobb üzenetem az, hogy Jézus Krisztus él. Ő bocsátja meg a bűneidet, ő gyógyítja meg a betegségeidet, ő szabadít meg a démonoktól, az átkoktól, ő adja meg neked az örök életet. Ezért fogadd el, megváltódnak, szabadítódnak, és megszabadít a félelem uralta élettől. A félelem elnyomás alól is kihoz szégedet, nem csak a bűnnek a rabszolgaságából. Isten ez nagy dolgokat akar veled cselekedni. Ezért kérlek tégedet, ne barátkozzál az ellenséggel, mert a rés nyittasz az ellenség számára, és ő meg fogja tenni azt, amit meg akar, vagyis meg fog félelmíteni. És nagyon sokszor ezért nem tudnak az emberek megszabadulni a szorongástól, a rettegéstől, a félelemtől. Erősítsd meg a mennyei elhívásodat az életedben, mert a mennyei elhívásodra épül a reménység. Erre vonatkozóan mondja Pál apostol az Efézus beliek egy első verszakban, illetve pontosabban imádkozik az efézusiakért, és természetesen mi érettük is, és azt kéri Jézus Krisztus atyától, hogy töltse be a keresztényeket, a hívőket, a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemével, hogy az elhívásoknak a reménységét megismerjék, először is, hogy a szívüknek a szemei megnyíljanak, hogy lássák az elhívásoknak a reménységét, a dicsőséges örökségük gazdagságát, valamint azt a hatalmas erőt, amit az Isten a názáreti Jézus Krisztus föltámadásával és a mennybe való fölemelésével, vagyis a megdicsőítésével rendelkezésünkre állított. Tehát ezt a hármat, a elhívásunk reménysége, az nem más, mint a föltámadás, hogy mi is megkapjuk a romolhatatlan, halhatatlan életet, nem csak a lelkünk, nem csak a szellemünk, hanem a fizikai testünk is. A második, a szentek öröksége, amiben már most is részesülhetünk az örökségekből. És az Istennek a Istenbe vetett valóságos hitből nem hiányozhat az Istennek a halottak föltámasztó képessége is erre, mert ez a lényege. Az üdvözítő hit ezen alapul, hogy Isten a halottakat föltámasztja. És Jézus Krisztusba vetett hit is, neki is ez az alapja, hogy Isten a názáreti Jézus Krisztusnak hatalmat adott minden test fölött, hogy föltámasszon minden testet. Van, akit az örök életre fog föltámasztani, és van, akit pedig az örök kárhozatra fog föltámasztani, de Istentől Jézus Krisztus ezt a hatalmat megkapta, és ez a hitnek a tárgya. Tehát éppen ezért, mivel hogy te már megbékéltél Jézus Krisztus által Istennel, akkor te nem az örök kárhozatra vagy rendelve, hanem az örök üdvösségre vagy rendelve, és a reménységednek nem az a tárgya, hogy holnap rosszabb lesz, mint a ma, hanem pontosan az a tárgya, hogy a holnap a ma még jobb lesz, mint a ma, mert még több házat kapok, még több áldást kapok, még több bölcsességet kapok, még nagyobb áttörést kapok, még nagyobb győzelmet kapok, még többen leszünk, és többen lesznek velünk, mint ellenünk. Dicsőség Istennek! Tehát éppen ezért rendkívül fontos,
hogy elválaszd magadat a e világ fejedelmétől, mert az e világ fejedelme semmi jót nem tartogat a jövővel kapcsolatosan az emberiség számára. Ő kezdetektől fogva embergyilkos volt, és ezt a szerepét a jövőben még jobban be fogja tölteni, mert sajnálatos módon az emberek nagyját teszik az Isten ellen való lázadás által, és ennek következtében sokkal közelebb kerülnek az emberek a sátánnak a szolgáihoz, a halálhoz, a pokolhoz, a különböző járványokhoz, éhségekhoz, tehát a humanitárius katasztrófákhoz, ha az lázadnak az emberek. És ne felejtsük el a háborúknak a közelségét is, közeledését is. Sajnálatos módon a Isten elleni lázadás a bűnnek a mértéke, növekedése növeli a háborús esély, háború kitörésének a lehetőségét. Mindig az igazság hozza a békét. Ezért az igazsághoz kell visszatérnünk, az Istennek az igéjéhez. Tehát a második, tehát, hogy az elhívásodat és az elválasztásodat a világtól, a bűntől, a sátán királyságától, ezt tedd meg, mert védelemre van szükséged.